Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV reggeli híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Tovább nőtt a fertőzöttek száma, Budapesten már 80%-ban az Omikron fertőz. Újabb oltási akció indult. Két számjegyű bérnövekedés várható idén, a munkáltatókat viszont nehéz helyzet elé állítja ennek igénye. És több tucat sérült és halott Kazasztánban zavargások törtek ki országszerte, az elnök behívta az oroszokat. Napokon belül berobbanhat a járvány ötödik hulláma, erről Vattai Gábor fizikus járványmodellező beszélt. Szerinte a fővárosban a koronavírusos betegek 80%-a omikronnal fertőzött, és a csúcson akár 30 ezer ember is kórházba kerülhet. Ma indult az újabb oltási akcióhét, miközben meredeken emelkedik az aktív fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában újabb 80 beteg halt meg, így az elhunytak száma már 39.679 főre nőtt. Délelőtt csak az előre regisztráltak vehették fel a koronavírus elleni vakcinát a budapesti Uzsoki kórházban. Fontosnak tartod az oltást? Hát igen, úgyhogy azért jöttünk el mind a ketten együtt. Előbb-utóbb szerintem elkerülhetetlen lesz. Természetesen, mindenképpen. A központi oltóhelyeken és járásonként egy szakrendelőben ebben a hónapban minden csütörtökön és péntek délután, valamint szombaton várják azokat, akik meg akarják kapni a koronavírus elleni vakcinát. Pécsen is többen úgy döntöttek, hogy beoltatják magukat. A 12 év fölötti gyerekek, illetve a felnőttek nyugodtan jöttek regisztráció nélkül. Az 5-12 éves korosztályba tartozó gyerekektől ugye továbbra is azért elvárta regisztrációt, illetve nem tőlük, hanem a szülő hozzátartozó részéről. 30 ezer ember lehet kórházban a csúcson, ami egy nagyon magas szám. Budapesten elkezdődött a járvány ötödik hulláma. Erről Vattai Gábor fizikus járványmodellező beszélt az Egyenes beszédben. A fizikus szerint a budapesti fertőzöttek 80%-át az omikron mutáns fertőzte meg, de országosan is 60% lehet ez az arány. Magyarországon is 2,5-3 millió embert fog megfertőzni az omikron, ez jelenleg az elfogadott becslés. Mire drágán lehet hozzá jutni Magyarországon a PCR tesztekhez? Újhely István, az MSZP EP képviselője szerint jelentős forrás kapott a magyar kormány arra, hogy olcsón vagy akár ingyenesen biztosítson az utazási korlátozások miatt szükséges COVID teszteket a magyarok számára. A politikus szerint nem lehet tudni, hogy mire költötték a közel 900 millió forintos keretet. Hogyha teljes áron finanszírozta volna, vagy teljes ingyenességet adott volna, vagy adott PCR tesztek elvégzésére, akkor akár 60 ezer magyar állampolgárnak nagyságrendileg adhatott volna, vagy adott ingyenes PCR tesztet. A koronavírus sajtóközpont megkeresésünkre azt írta, a kórházak eddig minden beteget elláttak, és ezután is mindenkinek biztosított az ellátás. Szerintük a baloldal az oltási program támadásával van elfoglalva. A miniszterelnök jelöltjük pedig arról beszélt, hogy az időszavazók halálával nagyobb az esélyük a hatalom megszerzésére. A házi orvosok szerint is megérkezett Magyarországra a koronavírus járvány ötödik hulláma. Békási Szabolcs az állami tévében arról beszélt, hogy jelentősen emelkedett a légúti tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A házi orvosok országos szövetségének kollegiális szakmai vezetője szerint a fertőződések 10-15%-ának hátterében jelenleg már az omikron variáns áll, de néhány héten belül ez az arány jelentősen emelkedik majd. A házi orvosok a légúti tüneteket mutató betegeket arra kérik, hogy előzetesen telefonon jelentkezzenek be, hogy időpont alapján elkülönítve tudják őket fogadni. Feljelentést tett hat házi Ákos a keleti vakcinák engedélyezésének körülményei miatt. A dokumentumokat pereskedés után kapta meg csak a Transparency International Magyarország az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézettől, amely azonban egyes részeket kitakart belőlük. Kiderült ugyanis, hogy a Sputnik vakcina esetében a teljes körű, helyes laboratóriumi gyakorlat megállapítására és ellenőrzésére nem volt lehetőség. Hatházi Ákos közösségi oldalán azt írta, hogy feljelentést tett hivatali visszaélés és foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt az eddig eltitkolt, de kiperelt, szerencsére amatőr módon kisatírozott dokumentumok alapján. Olaszországban kötelezővé tették a koronavírus elleni védőoltást az 50 év feletti korosztály számára. Franciaországban pedig januártól több tevékenységhez kell kötelezően oltási igazolványt bemutatni. Ezzel szemben Anglia enyhít,
mától nem kell PCR-teszt az odavaló beutazáshoz. Több százan vettek részt Münchenben a koronavírus járvány miatt bevezetett szigorú korlátozások, többek között a kötelező oltási igazolások elleni tüntetésen. Németországban csaknem 59 ezer új fertőzött esetet jelentettek az elmúlt napon, és több mint 340-en vesztették életüket a fertőzés szövődményei miatt. Elfogadta a francia parlament a kormánytörvény javaslatát arról, hogy a védettségi igazolás oltási igazolásá válik január 15-től. Azaz már nem lesz elég egy negatív tesztet bemutatni, ha valaki étterembe, kávézóba vagy moziba akar menni, vagy vonatra akar szállni. A kormány korábbi terveivel szemben az oltási igazolás nem 12 éves kortól lesz kötelező, hanem 16 év felett. Vous êtes pas vacciné, vous avez une amende. Ha bevezetnénk a kötelező oltást, akkor az például pénzbüntetést jelentene. De az oltási igazolás sokkal hatékonyabb, mert az érintett szektorokban mindenkire lehet alkalmazni, fejtette ki a francia miniszterelnök. Szomszédaival ellentétben a brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az oltás kizárólag önkéntes alapú marad. Én az együttműködésben hiszek, és azzal, hogy mindenki szabadon dönthetett arról, hogy kéri-e a vakcinát, sokkal magasabb arányú oltottságot értünk el, jelentette ki Boris Johnson. Eközben Olaszországban kötelezővé tették a koronavírus elleni védőoltást az 50 év feletti korosztálynak. Ők február 15-től csak akkor vállalhatnak munkát, ha beoltották őket. Több mint 17 ezer koronavírus fertőzöttet azonosítottak Svédországban, azonban jóval a korábbi adatok alatt maradt az intenzív ellátásra szorulók és a halálozások száma. Nem engedték be Ausztráliába a hatóságok a nyílt teniszbajnokságra odaérkező Novák Djokovicot, akinek a torna szervezői korábban megadták az engedélyt a játékra. A szerb világelsőt fél napon át várakoztatták a határőrök a Melbourne-i reptéren, végül megtagadták a vízum kiadását. A teniszcsillag ugyanis továbbra sincs beoltva a koronavírus ellen, és Ausztráliába alapvetően csak oltottak léphetnek be. Djokovic édesanyja szerint a teniszezőt szörnyű körülmények között szinte fogolyként tartják karanténban. Az ausztrál hatóságok bánásmódja miatt több százan gyűltek össze a szerb parlament előtt, hogy kiálljanak a teniszező mellett. Bevonultak az oroszok Kazahsztánba, miután a kazah elnök segítséget kért az országban kirobbant zavargások miatt. Rengeteg a halott és a sebesült, a katonák folyamatosan lőnek a tüntetőkre is. A kazah kormány lemondott, az ország egész területén rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az ENSZ és az Európai Unió is bejelentette, hogy figyelemmel kísérik az eseményeket. A tüntetések azután törtek ki, hogy a kormány kétszeresére emelte a cseppfolyósított gáz árát. 13 rendőr életét vesztette, és a rendfenntartók több mint 350 tagja megsebesült, miután tüntetőkkel csaptak össze a kazah fővárosban, Almatiban. Két rendőrt lefejeztek. Több mint 20 tüntető is életét vesztette, amikor kormányzati épületeket akartak elfoglalni, melyeket a biztonságiak védtek. Almati rendőrfőnöke elmondta, hogy több mint 120 rendőrautó, mentőautó és tűzoltóautó égett ki, míg több mint 300 üzletet, éttermet és irodát rongáltak meg a tüntetők. Az ország elnöke agresszoroknak nevezte a tiltakozókat, akik mögött szerinte nemzetközi terrorszervezetek állnak. A kazah államfő az Oroszország által vezetett, több volt szovjet köztársaságot tömörítő katonai szövetséghez fordult segítségért. Azért kérem a kollektív biztonsági szerződés szervezetének támogatását, hogy segítsenek megbirkózni a terrorfenyegetéssel, de ez már nem csak fenyegetés, hanem az egész országot felforgató tevékenység, jelentette ki Kasim Zsomart Tokajev. Az államfő azt mondta, hogy az egész főváros támadás és vandalizmus áldozatává vált, és elfoglalták Almati repülőterét is. Kifejtette, hogy Almati közelében folynak a harcok a terrorista bandák és a Védelmi Minisztérium légideszantos alegységei között. Oroszország ejtőernyős csapatokat küldött Kazahsztánba, hogy békefenntartóként védjék a kazah állami és katonai létesítményeket. A TASS orosz hírügynökség jelentése szerint katonák tüzet nyitottak Almati főterén azokra, akik feltételezésük szerint a zavargásokat szítják. Az erőszakos megmozdulások azt követően kezdődtek, hogy az országban eltörölték a cseppfolyósított földgáz árplafonját, és emiatt közel a duplájára emelkedett az ára. A tüntetések hatására lemondott a kormány és a miniszterelnök, így a kazah elnök vette át az ország nemzetbiztonsági tanácsának vezetését.
Korábban arra szólította fel az ügyvezető kormányt, hogy állítsa vissza az üzemanyag támogatást, valamint fontolja meg a közüzemi díjak befagyasztását és a szegény családok lakbérének támogatását. A Demokratikus Koalíció kiáll a kazahok mellett. Arra Kovács Attila, a párt EP képviselője közleményében azt írta, hogy amint 1956-ban a magyarok, most ők mutatják meg azt, hogy a nép összefogása és a szabadságért folytatott harc az egyetlen válasz az elnyomásra. A DK 56 szellemének jegyében arra szólítja fel a magyar kormányt, hogy határolódjon el az orosz katonai beavatkozástól, és álljon ki az autoriter rezsim ellen fellázadó kazak nép mellett. Tóth Bertalan szerint egy újabb nagy hazugság derült ki a kínai egyetemről. Ennek bizonyítására az MSZP társelnöke a 2018-as Fudan törvény hatásvizsgálatát mutatta be videóüzenetében. Az akkori előterjesztés szerint a beruházás nem terheli az adófizetőket. Most viszont az egyetem tervezett költségvetése családonként 440 ezer forintnyi hitelt jelent. Tóth Bertalan mindenkit arra kért, támogassa a népszavazási kezdeményezést a Fudan beruházás megállításáért. Ezt a hatásvizsgálatot egy szimpatizánsunk juttatta el hozzánk, egy közérdekű adatigénylést folytatott le, és ebben a hatásvizsgálatban megmutatom, az szerepel, hogy az előterjesztésbe foglalt megállapodás nem keletkeztett költségvetési kötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban még arról volt szó, hogy egy fillérbe nem fog ez kerülni a magyar adófizetőknek. Két számjegyű bérnövekedés valószínűsíthető 2022-ben. A Vasas szakszervezet elnöke szerint azokon a munkahelyeken, ahol most nem sikerült ilyen mértékű emelést kiharcolni, évközbeni kompenzáció várható. A béremelés és az infláció azonban nehéz helyzet elé állítja a munkáltatókat. 362.600 forint. Ennyire emelkedik bruttóban egy új 8 órás munkarendben munkát vállaló áruházi eladó vagy logisztikai munkatárs kezdőbére januártól az egyik élelmiszerláncnál. Ez 8%-os emelést jelent, ami 2%-kal kevesebb, mint amekkora átlagkereset növekedés várható Dávid Ferenc szerint. Nemzetgazdasági szinten, és ebbe beleírtam a költségvetési szférát, itt nem csak az üzleti szférát, biztosan 10% feletti nemzetgazdasági átlagkereset növekedés lesz, de lehet, hogy 12, lehet, hogy 13, ezt most még megmondani szerintem nagyon nehéz. De mindenképpen két számjegyű nemzetgazdasági átlagkereset növekedéssel számolhatunk. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a világgazdaságnak azt mondta, a bérfeszültség elkerülése miatt a vállalatoknak ott is emelniük kell, ahol a munkavállalók a két minimálbér közt vagy az átlagbér körül keresnek. A minimálbér kifizetése több mint 15%-kal növeli meg a vállalkozások költségét, a bérminimum 14,6%-kal, míg az átlagbér átlagos emelése kevesebb, mint 10%-kal. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondta, egy cég kivételével mindenhol két számjegyű, általában 12-18% közötti növekedéssel tudtak megegyezni. Hozzátette, a munkáltatók is érzik, hogy a munkabérek sokat veszítenek az értékükből. Az inflációt azt nagyjából egyformán tudjuk megbecsülni, és egyformán tudjuk értékelni, és sajnos azt tudjuk mondani, valóban az infláció jó részt elviszi a bérfejlesztéseket, de ilyen 12-18% közötti mértéknél azt gondolom, hogy mégiscsak tudunk valamennyire előrelépni. A Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint óriási a szórás, a munkáltatók 3-tól akár 20%-ig terjedő sávban emelik a béreket. Én azt tudom kiindulási pontnak mondani, hogy a versenyszféra konzultációs fórumon, amelyen a minimálbér és a garantált bérminimum tárgyalásait folytattuk, ott a pénzügyminisztérium 12,7%-os bérnövekedéssel számolt. Hozzátette, ha a gazdasági környezet nem romlik jelentősen, akkor a várható emelés 10-15%-os sávban várható. Karácsonykor Gődény György pártja mellett kampányolt Seres Mária, aki ellen büntetőeljárás folyik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség költségvetési csalással vádolja őt. Bár a hatóság az erről szóló közleményben nem közölt neveket, a sajtó Seres Máriát és pártját vélte felfedezni a vád mögött. Seres Máriának 117 millió forintnyi kampánytámogatás jogszerűtlen felhasználása miatt kell felelnie.
Korábban látványos akciói utóbb bűncselekmény vádja miatt került az érdeklődés homlokterébe. A népszavazási kezdeményezéséről, majd SMS nevű pártjáról is ismert Seres Mária. 2014-ben indult a parlamenti választáson, nem érte el a bejutási küszöböt, de a támogatást sem fizette vissza. 117 millió forint eltulajdonításával vádolják. Már megvan a bírósági tárgyalás időpontja is. A bírósági eljárás az lényegében folyik a törvénynek megfelelően. A bíróság ki is tűzte az első tárgyalást 2022. március 8 napjára. Éppen azért, mivel az előkészítő ülés nem volt eredményes. A politikus azonban továbbra is aktív. Karácsonykor több mint 700-an osztották meg felhívását, amelyben a normális élet pártja támogatására biztatott. Ennek színeiben indul a választáson Gödény György Budapesten, hogy pontosan hol, azt nem árulta el. Az, hogy egy eljárás folyik valaki ellen, az nem bizonyítja azt, hogy ő bármit is tett volna. Tudjuk, ebben az országban ez simán megoldható. Gödény György azt mondta, számít Seres Mária támogatására. Seres Mária egy nagyon komoly támogató. Tudjuk, hogy annak idején aláírást gyűjtött, vagy népszavazási kezdeményezést indított a politikusok és az országgyűlési képviselők elszámoltatásáért. Nagyon nagy tömegbázissal rendelkezik, hát több mint 600 ezer ember írta annak idején alá ezt a petíciót, úgyhogy ő mindenképpen számítunk rá ebben, hogy ugyanezt a tömeget meg tudja mozgatni. Seres Mária pártjára, mint úgynevezett bizniszpártra, a Transparency Magyarország is kitért korábbi kutatásában. 2014-ben és 2018-ban eddig összesen mintegy 7 milliárd, tehát 7000 millió forint csúszott le a kamupártok torkán és került az ő zsebükbe. Létezik visszafizetési kötelezettség, és az állam rendre szigorítja is a feltételeket. A szervezet jogi igazgatója szerint azonban ez kevés. Ez mind-mind porhintés, hiszen a csáberő a több száz millió forintnyi készpénzes támogatásban van. 2014-ben és 2018-ban a minimális támogatási összeg az nagyjából 150 millió forint, a maximális nagyjából 600 millió forint volt, amit egy-egy kamupárt elérhetett. Híradónk Seres Máriát is szerette volna megszólaltatni, de megkeresésünkre mindössze egy automatikusan generált üzenet volt a válasz. Vizsgálóbizottságot hozott létre a Magyar Úszó Szövetség Szilágyi Liliana ügyének kivizsgálására. A bizottság elnöke Papp Gábor ügyvéd híradóknak azt mondta, szeretnének minden érintettet meghallgatni, de mivel ők nem hatóság, senkit sem kötelezhetnek arra, hogy megjelenjen előttük. Próbáltuk elérni Szilágyi Liliánát is, ám a sportoló menedzsere azt mondta stábunknak, hogy az úszó a következő hetekben nem nyilatkozik. Hosszan sorolja a Stamina testgyakorló klubja honlapján a versenyzőik eredményét. A csapat bekezdés alatt pedig az áll, azért, hogy ezek a fantasztikus eredményeket versenyzőink elérjék, feltétel nélkül bízniuk kellett a szakmai felkészítést végzőkben, Kovács László és dr. Szilágyi Zoltán szakedzőkben. Korábban híradónknak a Magyar Úszó Szövetség elnöke azt mondta, Szilágyi Zoltán nem szakedző, hanem a klub elnöke. A mindennapok kapcsán nem nincs ott a parton, nem foglalkozik gyerekekkel, de ha mégis így lenne, akkor azt meg tudom ígérni, hogy azonnali hatállyal leszel tiltva. A Magyar Úszó Szövetség közben döntött Szilágyi Liliana ügyének kivizsgálásával külön vizsgálóbizottság foglalkozik. A testület elnöke Papp Gábor ügyvéd, aki híradónknak azt mondta, a végeredményről tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. Nagyon szeretnénk minél előbb befejezni a vizsgálatot, nincsen előírt határidő. Részben múlik csak rajtunk, részben pedig attól is függ, hogyha valakit meg szeretnénk hallgatni, ő eljön-e, részt vesz-e a bizottság munkájába, ugye nem hatóság vagyunk, tehát senkit nem kötelezhetünk arra, hogy megjelenjen a bizottság előtt. Mi szeretnénk minden érintettet meghallgatni, és egy minél szélesebb körű vizsgálatot lefolytatni. Hangsúlyozottan csak azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amik az úszodán belül, vagy az úszósporton belül történtek. Nem ismertem szembenézni ezzel. Szilágyi Liliana múlt szerdán beszélt először arról, hogy apja testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta. Szilágyi Zoltán másnap nyílt levélben tagadta a vádakat, és megkérte lányát, ne használja tovább a Szilágyi nevet. Ezután Szilágyi Liliana húga is nyílt levelet írt, amiben az áll, édesapja soha nem abuzálta, hogy Szilágyi Lilianát sem. Egyszerűen nem találtam kiutat. Szilágyi Liliana korábban arról is beszélt, hogy 2015-ben öngyilkos akart lenni. Izraelben voltunk egy pár napot nyaralni, karácsonyi szünetben, és az utolsó este elszöktem. És a nagyapám még rám hagyott egy ilyen kinyitható kis kést.
és levittem a tengerpartra. És azt mondtam, hogy nem megy tovább. Szerettünk volna Szilágyi Liliánával interjúzni, de menedzserre azt mondtam, szakértőkkel egyeztetve a következő pár hétben az úszó senkinek nem nyilatkozik. A felkészülés elindítására és az edzésterv kialakítására helyezi a hangsúlyt. Kerestük Szilágyi Zoltánt is, aki pár nap türelmet kért. Idén is átadták az év sportolója díjakat. A Magyar Sportolóságírók Szövetségének szavazása alapján a férfiaknál a háromszoros olimpiai bajnok kardozó Szilágyi Áron lett a legjobb. A nőknél pedig a négyessel győztes, egyesben ezüstérmes kajakos Csipes Tamarát választották a 2021-es év sportolójának. A hagyományos csapatsportokban a tókiói játékokon bronzérmes női vízilabda válogatott lett az elmúlt év legjobbja. Most pedig mindjárt megtudjuk, hogy kik lesznek mai vendégeink a startban, hiszen hamarosan kezdünk. Rúg Emiliával várjuk Önöket és a vendégeket. Szervusz, Emilia! Szervusz, Tamás! Köszöntöm a nézőket! Önkormányzati témáról és Omikronról mindenképpen fogunk beszélni majd a startban, mert hogy az első két vendégünk Baranyi Krisztina lesz a 9. kerület polgármestere, illetve Kocsisztake Olivia, utánuk pedig László Imre jön. Az önkormányzatokkal kapcsolatban ugye nagyon fontos kérdés, hogy azt a hiányt, amit összeszedtek az önkormányzatok, például a kötelező béremelések, meg a rezsiköltségek emelkedése miatt, azt valahogy kompenzálják-e számukra. A héten kiderült, hogy megint különbség van a kisebb és a nagyobb települések között. 25 ezer fő fölött nem lesz evidens, hogy mindenkit kompenzálnak. Adóerő képességen fog ez majd múlni. Akiknek nem jut a kompenzációból, mihez tudnak kezdeni? Ez lesz majd az egyik fő kérdésünk. És László Imrével pedig arról is fogunk beszélgetni, hogy ahogy ti is beszámoltatok a híradóban arról, hogy az Omikron terjed, az önkormányzatok miben tudnak segíteni, például a tesztelésben, például Újbudán hirdetnek-e megint olyan ingyenes tesztelési lehetőséget, ami azért sokaknak számíthat, mert hogy még mindig nagyon drágák ugye a tesztek. És László Imrét arról is fogom kérdezni, hogy vajon miért lehet az, hogy a hitelek futamidejének átütemezéséhez sem járulnak hozzá a kormányhivatalok, pedig ez könnyebbség lenne az önkormányzatoknak, az ellenzékieknek is, és itt nem pénzt kérnek, csak egy lehetőséget, amit a bankok megadnak, a kormányhivatal viszont nem adja meg az engedélyt, úgyhogy ezekről a témákról mindenképpen fogunk beszélgetni a start elején, a többit meg majd elmondjuk együtt, úgyhogy várlak ide. Így legyen, szervusz Emilia, köszönöm szépen. Jövök hamarosan, én is csatlakozom a start stábjához, és egészen 8:30-ig tartjuk Önöket, majd szóval, illetve információval látjuk el a beszélgetések alapján nézőinket, akik 7 órakor egy friss híradót is láthatnak majd még itt a start közben. Szép reggelt az ATV-ben!